Üdvözlöm nézőinket! Önök a Szerencsi Televízió adását látják. Kuruc Hajnalka vagyok. Műsorunk tartalmából. Írásbeli tudáspróba középszinten. Konyhakert a város határában. Közeleg a személyi jövedelemadó bevallás határideje. Elvallagtak a középiskolások. Nyílt nap a kormányhivatalban. A Szerencsi Bocskai István gimnáziumban és a Szerencsi Szakképző iskolában május 2-án a magyar nyelv és irodalom tantárgyal megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák. Izgalommal telt a hét a végzős középiskolásoknak, akik felkészültségüknek megfelelően birkóztak meg a feladatokkal. Az érettségi napján a kora reggeli órákban kapták meg az intézmények képviselői a Szerencsi Polgármesteri Hivatalban őrzött feladatlapokat. Miután az átadók és átvevők ellenőrizték a csomagok sértetlenségét, és a darabszám is egyezett, aláírásra kerültek a jegyzőkönyvek. Az intézményekben ismertették az érettségi vizsgára jelentkezőkkel a legfontosabb tudnivalókat, majd az osztálytermekben hétfőn a magyar feladatsorral vette kezdetét a középszintű tudáspróba. Ternyik Kitti, az EGRI Eszterházy Károly tanárképző főiskola magyar szakára jelentkezett, így neki nagyobb volt az írásbeli tétje. Úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb volt, mint a tavalyi érettségi. Az első feladatsor Nemes Nagy Ágnes a Párbeszéd című művéből voltak kérdések. Erre úgy gondolom, hogy a 4 év alatt felkészültünk, és senkinek nem okozhatott meglepetést. A második feladatsorban legtöbben az érvelést választottuk, többek között én is, mert ahogy elolvastam, a magyar tanárnő Maszkóni Szegedi Anikó megálmodta, azt mondta, hogy boszorkányság, de megálmodta, hogy ez benne lesz, és erre felkészülhettünk. 4 év alatt elég sokat gyakoroltunk, fakultációkra is járhattunk, de heti 5 órában tanultunk irodalmat és nyelvtant. Folyamatosan gyakoroltunk. Az elmúlt években a szövegértési tesztek alapját nem szép irodalmi művek adták, így Nemes Nagy Ágnes alkotása meglepetést okozott. Az esszé feladatok között Petőfi Sándor, Csokonai Vitéz Mihály egy-egy költeménye, valamint Móricz Zsigmond novellája szerepelt. A szövegértés egy Nemes Nagy Ágnes szöveg volt, Párbeszéd a mai versről címmel. Maga a szöveg nem volt könnyű, a gyerekek is azt mondják, hogy azért hosszú is volt, 2,5 oldalas volt a terjedelme, és az megértése is egy cseppet problematikus volt, bár mondjuk a jobbaktól olyan visszajelzést kaptam, hogy nem okozott gondot a szövegnek a földolgozása. 11 kérdésre kellett válaszolniuk, elsősorban az időre panaszkodtak, tehát hogy nagyon-nagyon tempósan kellett dolgozniuk, illetve az utolsó feladat, ami elég sok pontot ért, 6 pontot, az egy kicsikét félrevezető volt, tehát többeket megtévesztett, bár mondjuk a szöveg alapján ki lehetett volna találni a helyes megoldást, de alapvetően egy közepes szintűnek mondható a szövegértés feladatsor. A szövegalkotásnál 3 feladatból választhattak. Egy érvelési szöveget kellett alkotniuk, ami az előző évekhez képest annyiban mutatott eltérést, hogy talán irodalomcentrikusabb volt, mint a korábbi évek érvelési feladatai, viszont az irodalmon belül szerintem nagyon tág mozgásteret adott a diákoknak. Egyetlen kritériumra kellett figyelniük, hogy 3 különböző korszakból kellett példát hozniuk a megadott feladatra. Az ember sokszínűsége, csodajellege, illetve az emberi magatartásokról kellett fogalmazást írniuk. A műelemzés az egy novella volt, Móricznak egy 30-as években írt novellája, amelyik az árvaság témájáról szólt. Ezt nagyon-nagyon kevesen választották, tehát többnyire a többség úgy ítélte meg, hogy az érvelés az már elég könnyű ahhoz, hogy ne is foglalkozzon a többi lehetséges feladattal. A 3. feladattípus az pedig ugye egy összehasonlító fogalmazás írása volt. Csokonai és Petőfi egy-egy versét kellett összehasonlítani. Mind a két alkotóval elég sokat foglalkozunk középiskolában,
alapiskolában, tehát ismerszerzőkről van szó, viszont két olyan versekről, amit nem tanulunk, nem veszünk. Az álom volt a témája ennek az összehasonlító fogalmazásnak, illetve ez volt a két versben a közös momentum. Ezt is kevesen választották, tehát mondjuk akiktől én visszajelzést kaptam, ott elsősorban az derült ki, hogy inkább az érvelés mellett döntöttek. A matematika feladatok megoldása csak akkor lehet sikeres, ha az érettségiző helyesen értelmezi a kérdéseket. A szorgalmas diáknak azonban nem okozott különösebb megpróbáltatást a követelmények teljesítése. A matematika érettségi az idén is két részből állt, egy 12 részes első részből, és egy 4 feladatos második részből. Az első 12 feladat könnyebb feladatokból tevődött össze, mint a hagyományoknak megfelelő az előző évekhez mérten is, és a második részben voltak az igazán nehezebb feladatok. Azt hiszem, hogy a Bocskai István gimnáziumban jó felkészülést kaptunk erre az érettségire, és úgy gondolom, hogy sikeresen megoldottam. Természetesen lesznek benne hibáim, de egy ötösbe reménykedek most is. Változatos volt az idei matematika feladatsor, így azok is teljesíthették a minimum követelményt, akiknek nem kedvence a tantárgy. Véleményem szerint ez egy nagyon jól összeállított feladatsor volt. 2005 óta, amikor bevezették ezt a kétszintű érettségit, sok kritika érte a feladatlapokat, hogy túl könnyű a matematika érettségi. Én úgy érzem, hogy az idén sikerült megtalálni egy egyensúlyt, és voltak benne mechanikusan megoldható feladatok, ami nyilván egy kettes tanulónak volt kedvező, de voltak kreativitást, gondolkodást igénylő feladatok is, ami az ötös tanulóktól elvárható, hogy azokat meg tudják oldani. Ami nekem nagyon tetszett, hogy felölelte a 4 év anyagát, a hangsúlyosabb témakörök azok 12-17 pontos feladatként fordultak elő, a kisebb témakörök azok 1-2 pontos feladatként, de azok is bekerültek a feladatsorba. Összességében szerintem meg tudtak birkózni a diákok. Én úgy érzem, hogy az első feladat részből el lehetett érni a kettest. Az írásbeli érettségi vizsga hetének harmadik napján történelemből következtek a kérdések. Az idei történelem érettségi úgy érzem, hogy nem volt nehezebb, mint a tavalyi. Azt a szintet, amit magamnak felállítottam, azt a mércét, azt úgy érzem, hogy sikerült teljesítenem. És ez főképp az oktatás maga színvonalának köszönhetem, és annak, hogy a történelem az egyik kedvenc tantárgyam. A szaktanár történelemből elégedett volt az idei érettségi vizsga feladat sorával, mert átfogta a 4 éves tananyagot, így a maturálóktól színvonalas megoldásokra számít. Nagyon változatosak és érdekesek voltak, időben is és témában is. Felölelte gyakorlatilag az egész történelmünket, hiszen az első feladat a Kárpát-medence római kori történelmével kezdődött, az utolsó pedig a rendszerváltásra vonatkozott, tehát teljes spektrumban felölelte azt, amit a 4, illetve a 6 év során tanítottuk a diákjaiknak. Mivel folyamatosan készítjük fel őket, rendszeresen megmérjük őket kísérettségivel, próbaérettségivel, így úgy gondolom, és néhány feladatlapot már meg is néztem, nem okozott problémát a gyermekeinknek a sikeres megvalósítása a dolgozatoknak. Jó sikerültek, gondolom, néhányukkal már tudtam szót is váltani. Ők is a kezdeti ijegység után levetkőzték a lámpalázukat, és sikeresen oldották meg a feladataikat. Teljesen biztos vagyok benne, hogy jó, vagy attól is jobb színvonal oldotta meg a döntő többség. Természetesen az is tény, hogy nem minden diák készül fel megfelelően. Itt kifizetődik a 4 év munkája, illetve a 6 év munkája, vagy a szorgalom hiánya, és előfordulhat az is, hogy néhányuknak kevésbé sikeres lesz az érettségiük, az legalábbis az írásbeli része, de attól nem tartok, hogy valakinek is sikertelen lenne. Azt a minimumot, ami a szóbelire bocsátáshoz szükséges, mindenki biztosan elérte. A jók pedig egészen szép eredményeket értek el. Csütörtökön az angol, majd pénteken a német nyelvből mérkőztek meg a középiskolások. A Bocska István gimnáziumban május 2-án 351-en kezdték meg az érettségit. Az írásbelit követően június 2 és 8-a között emelt szintű, még június 14-től június 28-ig középszintű szóbeli vizsgára készülnek a szerencsi végzős diákok. A Szerencs határában lévő 8 hektáros területet az idén tavasszal zöldségtermesztésre készítette elő a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
A közfoglalkoztatás keretében a területen megtermelt csemege kukorica, zöld bab, zöld borsó, sárga répa, zöldség, burgonya és káposztafélék a tervek szerint a helyi konyhák kiadásait csökkentik majd. Az idén március közepén indult a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program, amelybe szerencsén 37 bérpótló juttatásra jogosult munkanélküli kapcsolódott be. A takarítói, kisegítői, kézbesítői feladatok mellett a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.-nél 20-an fél éven keresztül értékteremtő munkát végeznek. Baszély Miklós főkertész irányításával a 37-es számú főút mellett a nagyáruházak árnyékában áprilisban zöldségtermesztésbe kezdtek. Az őszi mészántás, ami igazán a föld megfelelő minőségét biztosította volna, erre nem volt lehetőségünk. A tavaszi munkák pedig soha nem olyan eredményesek, mint amilyenek az ősziek lehetnek. Hát ennek ellenére tehát nekiindultunk, felmértük a konyháknak az igényeit, és ennek megfelelően próbáltuk azt a vetésterületet kialakítani egy-egy zöldségféléből, amennyin meg tud teremni az a zöldségmennyiség, amire a város konyháinak szüksége van. Tehát elsődlegesen a konyhák nyersanyag ellátására próbáljuk termelni a zöldséget, de ezen kívül a 8 hektáros területen körülbelül a fele, 4 hektár fogja biztosítani a konyhák szükségletét, 4 hektáron pedig csemege kukorica termesztést kívánunk megvalósítani. A legnagyobb segítséget Fésűs Attila vállalkozó nyújtotta a részünkre, mivel mi nem rendelkezünk az agrotechnikához szükséges eszközökkel, tehát ő rendelkezésünkre bocsájtotta saját eszközeit, de más vállalkozók is segítettek, így említhetném Gál Lászlót, aki szintén ingyen és bérmentve rendelkezésünkre bocsájtotta a vetőgépet. Az értékteremtő munka támogatására 10,5 millió forintot nyert pályázat útján Szerencs önkormányzata. Ebből az összegből 1,7 millió forint fordítható anyagvásárlásra, például a vetőmagvak kifizetésére és a föld műveléséhez szükséges eszközök beszerzésére. Ez utóbbiak áfáját és a bérköltségek 25%-át a város költségvetéséből kell fedezni. Abban pedig csak bízni lehet, hogy elmaradnak a nyári nagy esőzések, így nem kerül majd víz alá a 8 hektáros terület. Ősszel pedig a termést is azoknak sikerül majd betakarítaniuk, akik tavasszal elvetették a magvakat. A személyi jövedelemadó bevallást 2011. május 20-áig kell a magánszemélyeknek az adóhatóságnak benyújtaniuk az elmúlt évben megszerzett adóköteles jövedelmeikről. A nyomtatvány kitöltésében segítséget nyújtanak a NAV munkatársai, az ügyfélszolgálatokon, de telefonon is kérhető felvilágosítás. Az adóhivatal tapasztalatai alapján a személyi jövedelemadó bevallást készítők egyharmada közvetlenül a határidő előtti napokban teljesíti a kötelezettségét, ezért gyakrabban vétenek hibát a nyomtatvány kitöltésében. Akik értenek a számítógéphez, azoknak célszerű a hatóság honlapjáról a nyomtatványt letölteni és kitölteni, mert ebben az esetben az ellenőrzést is elvégzi a program. Azoknak pedig, akik regisztráltak az ügyfélkapun, még a postára sem kell menniük, elektronikusan feladhatják a küldeményüket. Magyarországon több millió embert érint az 53-as személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség. Szeretnénk, ha minél előbb beadnák, nem az utolsó pillanatban, az utolsó napon, az utolsó napokban, hiszen az akár a postának, akár az programrendszernek, akár nekünk nagyon megterhelő feladatot jelent.